Ez az új tanítás sorozat Isten szeretetéről szól, és most olyan értelemben, hogy milyen szeretetben szeretné Isten, hogy járjunk. Két dolgot látok én most, Isten bocsássa meg nekem, és cáfoljon meg engem Isten ebben a látásomban, hogy a keresztényeknek szükségük van némi buzdításra ahhoz, hogy áldássá legyenek. És szükségük van némi buzdításra ahhoz, hogy Isten királyságát keressék. Pontosabban az, hogy mit tehetnek az ő királyságáért. Ez az egyik, amit érzek, hogy ez azért mostanában eléggé hiányzik. A másik, amit érzek, hogy azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy arról fogják megismerni az emberek, hogy az ő tanítványai vagyunk, hogy egymást szeretni fogjuk. És most nemrégen Dencsházában szaladt egy sorozat le, fönt van az interneten, a YouTube-on a Simkó Lacinál, nézzétek, illetve hallgassátok meg. Tehát ez arról szólt, hogy Istennek hogy tudsz berendezni egy olyan életet, amin keresztül áldást tudsz lenni. Ez a tanítássorozat pedig arról fog szólni, hogy úgy körülbelül lássuk magunk előtt, hogy mi az a szeretet, amiről a Biblia szól, hogy az hogyan viselkedik, mit csinál. Hát nézzünk egy-két igét, a János Evangélium 15.8-al szeretném kezdeni. Amíg odalapoztok János Evangélium 15.8-ban, vagy leírjátok, azt tervezem, hogy a Korintus 13-ban leírt 16 tulajdonságát a szeretetnek végig fogjuk nézni. Megnézzük az ige, mit ír ezekről a tulajdonságokról, és ma a kedvességről lesz szó. Csak ezeket az igéket, amiket most felolvasok, szeretnék minden alkalommal felolvasni, hogy a szívünkbe azért meggyőződés legyen. Tehát a János 15.8. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Kell ehhez valamit hozzáfűzni? Ha Istennek a dicsőségét keresem, és Istent szeretném megdicsőítetni, akkor gyümölcstermő életet kéne élnem, és tanítványá kell legyek. A gyümölcs az mindenképpen jó, és azt nevezzük gyümölcsnek, ami ehető, és ami számunkra hasznos, és ami számunkra finom. A Biblia nem beszél mérgező gyümölcsökről, a Biblia tövisről, meg kóróról beszél, meg olyan dolgokról beszél a gyümölcs ellenében, ami haszontalan. Tehát ami gyümölcstermésről van szó, az mindig valami hasznos, mindig valami áldás. Jézus tanítványai lenni, az azt jelenti, és ez lehetséges, igen, ma lehetséges Jézus tanítványával lenni. Ugye őnek volt 12, meg 70 tanítványa is, és mondhatja valaki, hogy könnyen tanultak tőle, hiszen ott volt személyesen. A mi keresztény hitünk azt mondja, hogy Jézus itt van személyesen a mi életünkben, a mi szívünkben. A Szent Szellem által eljött, és őtőle lehet tanulni. És őtőle most is lehet tanítványává lenni, hogyha az ember befele figyel. Keresztényeknek nagyon nagy részével az a probléma, hogy kifele figyel, egy kicsit följebb figyel. Arra figyel, hogy mit szeretne, mit akar csinálni, mit akar elérni, hogy akarja csinálni, és reggeltől estig az eszmélésének idejében egyfolytában azon gondolkodik, amin ő szeretne gondolkodni, és amit ő akar csinálni. Nagyon sokan vagyunk ilyenek. Remélem, hogy magamat nem kell mindenáron ebben a csoportba raknom, de nagyon sok keresztény ilyen. És nagyon kevesen keresik azt, amit az Úr Jézus Krisztus szeretne csinálni, pedig ott van benne az indítatás. És azt nem mondom, hogy Isten nem tudja használni a te életedet, a te terveidet, a te szándékaidat, a te tevékenységedet, de igen, tudja használni, de lehetséges, hogy néha egy picit mélyebbre kellene nyúlni ahhoz, hogy találjak valami olyat is, hát ha Isten most valami mást akar. Hát ha valamerre más fele akar vinni. Az automatizmus az mindig a keresztényeket bajba keveri, mint ahogy az Izraelt is bajba keverte. Amikor feltételezik az emberek, hogy Isten akarata az, ami tegnap volt. Persze, igen, de Isten nem úgy mondja meg az ő akaratát, hogy megmutatja neked ma reggel, hogy az elkövetkezendő 25 évben minden nap mit akar csinálni. Hanem azt mondja a Biblia, hogy azok Isten fiai, akiket Isten szelleme indít. Úgy tudsz Jézus Krisztusnak a tanítványa lenni, hogyha a szellem indítására tudsz reagálni. Különben nem tudsz tanítvány lenni, nem tudod azt csinálni, amit ő akar, amit ő mond. Ez az egyik igém. Aztán utána, amit már idéztem, az a bizonyos János 13, 2-vel vissza, 34-35, ezt mindenki ismeri ezt az igét. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Most az emberek fölismerik a szeretettel való tevékenységet, a szeretetnek a cselekedeteit, az emberek felismerik. De azért nem baj, hogyha te tudatosan tanítványa akarsz lenni. De János nagyon sokat beszélt arról, hogy akkor tartsd meg Jézusnak a parancsolatait, a Jézusnak az indítatásait. Jézus 3,5 év alatt a tanítványokat arra tanított, hogy hogy kell szeretni, én azt gondolom. Az igében nem csak ez van, mert Jézus nagyon sok igazságot kijelentett, nagyon sok mindent mondott, nagyon sok dolgot csinált személyesen, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy azt tanította, hogy hogyan kell Isten szeretetében járni. És ennek különféle fokozatai vannak, de ne felejtsük el, hogy amikor Jézus feltámadott, akkor 40 napon át parancsolatokat adott a tanítványoknak a Szent Szellem által. Oké? És 40 napon át meg is jelent nekik. Tehát ők tanulták azt, hogy hogyan kell folytatni azt a 3,5 évet, amit Jézussal töltöttek. Tudni, nem volt nekik Bibliájuk, amiből ezt tanulhatták volna. Volt nekik egy Ószövetségük, oké? De nem volt nekik 4 evangéliumuk, nem volt nekik Páli levél, nem volt nekik Péter, nem volt nekik Jakab, nem volt nekik János, semmi nem volt nekik. Ők voltak azok, akik ezt megírták, akik ezt létrehozták. Ő rajtuk keresztül jött át Isten kegyelme, ez az információ. És őnekik szükségük volt arra, hogy Jézus megtanítsa őket pontosan, hogyan kell szellem szerint járni. Az Úr Jézus tudta, hogy nagyon sok keresztény nem fogja sose megtanulni. Azt is, hogy nem fognak a Szent Szellemre hallgatni. Azt is tudta előre. Azért kellett ezeket a leveleket megírni. Különben nem lenne szükség semmire, csak az üdvösség üzenetére, hogy hogy lehet Krisztusba kerülni. És onnantól kezdve minden menne automatikusan, mert mindenki a Szent Szellem vezetésébe menne, és azt csinálná, amit egyébként fölösleges lenne akkor leírni. De maga a tény, hogy azt látjuk, hogy az új szövetségi szentírás tele van bizonyos dolgokkal, utasításokkal, kérésekkel, buzdításokkal, tiltásokkal. Maga ez a tény mutatja azt, hogy igen, Isten tudta, hogy nem lesz ez úgy, hogy a szellem szerint fog járni a kereszténység. Látjuk ezt drámai módon a Jelenések könyve 7 levelében is, amikor elhangzik többször az a mondat, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. És a szomorú és a tragikus azokban a levelekben pont az, hogy az XY gyülekezet küldöttének, vagyis vezérének, főnökének, vezetőjének, legyen az bármilyen pozícióban is, küldetik a levél, aki pont nem hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. De tudjuk azt is, hogy mondj, van Sárdisban néhány neved, akik nem fertőztették, stb. Tehát ezekben a gyülekezetekben voltak emberek, akik hallották, mit mond a szellem. Akik tudták, mi az Isten akarata, de a pásztoroknak érdekes módon meg kell írni levélben, mert nem tudták. Tehát azt is látjuk, hogy nagyon magas szinteken is vannak emberek, akiknek fogalmuk nincs, mi az Isten akarata. Egy adott helyzetben, egy adott pillanatban. De a szeretet mindig Istennek az akarata, és a szeretet mindig valamilyen. Mindig valamilyen. És a Korintus levélben van a leírása, ugye az 1 Korintus 13:4-től elfelé a Biblia 16 tulajdonságát mutatja a szeretetnek. Ezen a 16-on szeretnék én végigmenni, valamelyik hosszabb lesz, valamelyik rövidebb tulajdonság, hogy úgy mondjam. Tehát valamihez sokkal nagyobb jelentőségű, sokkal több igét talál az ember a Bibliában, valamihez keveset talál a Bibliában. És lesz olyan tanítás, ami heteken át fog zajlani, mondjuk a felfúvalkodottságról például el tudom képzelni, de lesz, amiről csak egy fél alkalom fog szólni. Majd meglátjuk, hogy ez hogy jön ki. Ma dolgoztam fel egyébként pont a felfúvalkodottságot, hát félelmetes, testvérek. Ez elképesztő, majd látni fogjuk. Az ősi ellenség, a büszkeség és a felfúvalkodottság. Annyira kevés keresztény tudja ezt. És egyszerűen nem értik ezt a dolgot. Én mindig ezt szoktam mondani például, ez most csak egy kitérő, hogy Isten sosem büszke, sosem felfúvalkodott. Ez a szó nem megfelelő kifejezés. Nemrégiben mondta valaki egy keresztény nekem, hogy Isten nagyon büszke rád. Mondom, biztos nem. Ó, hát pedig te így meg. Mondom, biztos nem. Isten nem büszke. Senkire és semmire. Azt mondja, amikor Istennek lehet volna lehetősége büszkélkedni az egyszem nagyfiával, akkor azt mondta, hogy akiben én gyönyörködöm. És nem azt mondta, hogy akire én büszke vagyok. Isten nem ismeri ezt a kifejezést. A büszkeség, a felfúvalkodás Sátánban találtatott először. Sajnos nem utolszor és nem utoljára benne.
Ez egy őrületes dolog. De a mai nap nem ilyen nehéz téma lesz, a mai nap a kedvességről lesz szó, de mielőtt lesz szó, felolvasom ezt a néhány tulajdonságot. Tehát 1 Korintus 13, 4-8-ig. 1 Korintus 13, 4-8-ig. A szeretet hosszú tűrő, ezt kezeltük a múlt héten. Kedves. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem esik. Egy csodálatos 16 tulajdonság. Annak idején volt egy iskola, úgy hívták, hogy holnap iskolája, nem tudom, hogy létezik-e még ezen a bolygón ilyesmi, nagyon csodálatos emberek tanítottak benne. Ők az oktatást arra alapozták, hogy megtanítsák Isten 16 tulajdonságát, ezt a 16 tulajdonságot az embereknek. Ez volt a központi tananyag, hogy aki abban az iskolába bekerül, az megtanulja Isten 16 tulajdonságát, ezt a 16 tulajdonságot. Tudnék, Isten ilyen, Isten így viselkedik. Hát nézzük, a kedvesség, illetve a Károli úgy mondja kegyes, egy picikét összekever két szót, Károli két szót fordít kegyességgel, ami görögül különböző dolgokat jelent. A kegyes az egyik az, hogy istenes ember, tehát istenfélő, ez a pius, így is szokták mondani latinosan, tehát a pieti, tehát az istenfélelem, az istenfele fordulás, az istenfele húzódás. A másik meg ténylegesen a kedvesség, hogy valaki kedves, aranyos, tündi-bündi, ugye? Bizonyos tulajdonságai vannak, és mind a kettő kegyesként van fordítva nekünk. De nézzük, hogy mit mond a kedvességről a Biblia egészen pontosan. Ugye? Példabeszédekben megyünk el először. Nagyon egyszerű, hadd mondjam el neked, mielőtt oda, vagy miközben oda lapozol a példabeszédekbe, vagy felirad, a példabeszédek 15-be fogunk menni, 15-4-es vers, hogy ez az Isten szeretete. Sokan szokták mondani, hogy de hát én nem ilyen vagyok, de hát én hirtelen haragú vagyok, de hát én, szokták mondani, hogy ez egy nagyon aranyos ember, csak olyan hirtelen. Ugye? Tehát ez a ha hirtelen vagy, akkor nem tudsz szeretetben járni, mert aki azt mondja, hogy nem gerjed haragra. Például. Tehát, hogyha nem így viselkedsz, akkor nem tudsz szeretetben járni. Ez ilyen borzasztó egyszerű. Nagyon-nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Hogyha bizonyos dolgokat cselekszel, nem tudsz szeretetben járni. Ha bizonyos más dolgokat nem cselekszel, megint csak nem tudsz szeretetben járni. Ez ilyen dolog. Na most ez természetesen nem arról szól, hogy attól lesz az embernek üdvössége, hogy ugye szeretetben jár, nem erről van szó. Attól lesz az ember kibírható. Vagy attól lesz az ember áldás a többiek számára. És ne tedd mérlegre az életedben a tevékenységeket, hogy de hát annyi jót teszek. Rendben van, de van hova fejlődnöd esetleg. Lehet, hogy sok jót teszel, dicsőség Istennek azért a sok jóért, amit teszel, de lehet, hogy bizonyos dolgokat nekem, vagy beszéljek rólam, akkor ne rólad, lehet, hogy sok jót teszek az életben, és akkor az emberek azt szokták elmondani, hogy engem így kell elfogadni, hogy vagyok. Nem kell így elfogadni, hogy vagy, drágám, mert Isten nem fogad el bizonyos dolgokat a mennyben, bizonyos viselkedések nem léteznek. És Isten akarata az, hogy az legyen meg a földön is, ami a mennyben van. És nekem kell magamat kiigazítani, És ne tedd mérlegre, hogy de hát ennyi jót teszek az egyik oldalon, ja, a másik oldalon meg tönkre teszed. Mert nem tudod azt, hogy mi az, amivel tönkre teszed, amit az egyik oldalon sok-sok jót és áldást és mi egymást produkálsz esetleg. Majd ezt Isten fogja mérlegre tenni, mert mindannyian meg fogunk állni Krisztus ítélőszék előtt, ugye tudjuk. És ezzel jártál jól, mert egyébként, aki meg Krisztuson kívül van, az meg az Isten ítélőszék elé fog állani. Néhány év, évtized, évszázad vagy évezred pokolban töltött idő után. És eldöntik róla, hogy a tűznek tavába közlekedik, vagy bemehet az új földre. Olvasd el a jelenések könyvének a vonatkozó részeit. Tehát te meg én járunk jobban, még azzal is, hogy Krisztus ítélőszék elé kell állanunk.
És ott megítélik a cselekedeteinket, az biztos. És ez egy nagyon fontos dolog, nem ijeszgetni akarom az embereket, de ez most vagy igaz, vagy nem. Ha nem igaz, akkor menjünk haza. Ha viszont igaz, akkor vegyük figyelembe, és számoljunk vele. És számoljunk vele, hogy ez meg fog történni, velem ott fog állani az Úr előtt. Tehát dicsőség Istennek, amikor az ember látta, feldolgoztam, még egyszer mondom, ezt a borzalmas témát, a felfalkodottságot, csodálatos példa van arra, hogy a felfalkodottság hogy visz a tragédiába és a pokolba, és csodálatos példa van arra, hogy hogy lehet belőle megtérni. Tehát mind a két út szabad. Tehát nem tudsz, vagy nagyon kevés az az út, amire, ha rátévedtél, amiről ne lehetne megtérni. És ez egy nagyon csodálatos, nagyon fontos dolog. Tehát ez egy gyönyörű dolog, hogyha te eddig valamit elszúrtál, vagy én eddig valamit elszúrtam, és nem jól csináltam, akkor a mai napon elkezdhetek abból megváltozni, és ez csoda. Isten irgalmas, és Isten vár. Hát azért vagy itt Isten tanítómester, hogy bizonyos dolgokat megtanuljál. Tulajdonképpen az ember azért van ám itt, hogy megtanulja a gonosz gyűlölni, és az igazságot szeretni. Olvastam nemrégen, ezzel nagyon szeretem ezt az apokrif zsoltárt, ami Qumránban került elő, egy zsoltár. Szóval nem azért vagy itt, nem azért vagyok itt, hogy örökre kárhoztass, hanem hogy megtanuljam a bűn megalázó voltát. Gondolkodj el rajta, nagyon csodálatos. 15.4, példabeszéd 15.4. A nyelv szelítsége életnek fája. Csak eddig olvasom, mert a többi rész már nem ide való. A nyelv szelítsége életnek fája. Az ember a nyelvével tud legtöbbet szelíd, vagy legtöbbet görény lenni. Durva lenni, sértő lenni, bántó lenni. Van olyan beszéd, amelyek hasonlóak a törszúrásokhoz. Ugye? De a bölcsnek nyelve, orvosság, mondja az írás. Tehát az ember vigyázzon a nyelvére, mert a másikba bele lehet döfni nagyokat vele. És az akkor nem kedvesség. És nem véletlen ez a példa, hogy hasonlóak a törszúrásokhoz. De egész egyszerűen nekem is van miből megtérnem az én számnak a beszédéből, hidd el, nem csak neked. Tehát vannak dolgok, amik a másik embert bántják, amiket mond, és azt nem szabad mondani. Isten bármit mond, és lehet, hogy bántó az, amit Isten mond, de ő sose azért mondja, mert felelőtlen, vagy mert jól esik mondani, vagy mert bántani akar vele. Ha bántó, az ember sokszor azért mond bántót, mert jól esik mondani, leadni a gőzt, ugye? Az ember néha azért mond bántót, mert úgy érzi, hogy ki kell egyenlítenie. Néha az ember azért mond bántót, mert egyszerűen csak ez a nyelv szavajárása. Isten egyiket se cselekszi. Isten, ha bántót mond, azt azért teszi, hogy neked segítsen. Jézus sokszor mondott bántó dolgokat, mert ugye mondhatja ezt, valaki ilyet, mond, ilyet hall tőlem, amit én most itt prédikálok. Tehát Jézus is hogy megbántotta a szegény farizeusokat? Ja? Céllal. Céllal, hogy felébredjenek, magukhoz térjenek. És sokszor az Isten szájából az igazság bántóan hangzik. Mert az ember a lelkiismerete bánja, azt mondja, hogy szíven szúrta őket, fogalmaz így a Biblia, amit mondott valaki. De nem azért, mert bántásból, hanem azért, mert az illető rádöbbent, hogy mit csinált tulajdonképpen. Oké, 16-21, tehát egyet lapozunk arrébb, egyet 16-21. Aki elméjében bölcs, hivatik értelmesnek. Csodás. A beszédnek pedig édessége növeli a tudományt. A beszédnek édessége növeli a tudományt. Gyönyörűséges, igen, nagyon-nagyon szeretem. Ha valakit tanítani akarsz valamire, akkor azt kedvesen fogalmazd meg, kedvesen csomagold be. Hát nem könnyű sokszor. Biztos vagyok benne, hogy ezt mondhatod, de olyan nehéz. Hát a gyerekek, minden egyes mondathoz mondhatom azt, hogy de ez olyan nehéz. Jézus Krisztusnak a tanítványának nehéz lenni. Ezt így elmondom. De nem baj, ez egy nehéz dolog. De legalább nem könnyű, nem? Oké. Tehát, hogyha te tanítani akarsz valakit, akkor azt csinálhatod úgy, hogy kedvesen a beszédnek édessége növeli a tudományt. 24-es vers.
Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Hát ugye a testrészekről beszélünk, a tetem az csak a test, régies beszéd, tehát meggyógyítói a testnek a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek. Hát ha valakivel jó fej akarsz lenni, vagy kedves akarsz lenni, akkor beszélj hozzá kedvesen. Itt kezdődik minden. 25. fejezet lenne, 25. fejezetből a 15-ös vers. 25-15, tehát tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Szelíd beszéd megtöri a csontot. Látni fogod, hogy a kedvesség és a szelídség azok úgy kéz a kézben járnak. Kéz a kézben járnak. A szelíd ember az ugyanolyan hasonló, mint a kedves ember, hogy nem bántó, nem akar rosszat, nem akar feszültséget, nem akar konfliktust, stb. Néha kell konfliktust vállalni, néha muszáj konfliktusba menni, de kedvesen meg lehet mindent fogalmazni. Azt mondja, drága barátom, aki itt múr, hogy minden dolgot lehet megfelelően mondani. Tehát van megfelelő mód arra, hogy minden dolgot elmondjunk. Van megfelelő mód arra, hogy bármit elmondjuk, így is lehet mondani. És ez igaz, csak meg kell találni az embernek. Sokszor nehéz megtalálni. De azt mondja, hogy tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, a szelíd beszéd megtöri a csontot. Tehát magyarán, miről van itt szó? Arról, hogy valaki dühös rád. Valaki kiakadt rád. És valaki mérges rád. Itt jelen esetben a fejedelem, tehát valaki, aki fölötted áll. És azt mondja, hogy tűrés által megengeszteltetik. Sőt, a szelíd beszéd, tehát a szelíden viselet, szelíden válaszolsz, akkor azt mondja, az megtöri a csontot. Tehát magyarán erősebb, mint hogyha jól arcon csapnád. Vagy nem is tudom. Tehát az embert leszereli. Leszereli. Lehet, hogy adtál okot arra, hogy dühös legyen rád a fejedelem, lehet, hogy nem adtál, és dühös a fejedelem, de minden esetre a szelídség az megtöri a csontot. Van neki egy párhuzamos igéje, és valahol az első, nem is tudom, hol vagyunk, 15.1-ben, 15, nem most 25-ben voltunk, de 15.1-ben az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Elfordítja a harag felé. Most ezt a 25-ben már felgerjedt a harag, de az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. A bántó beszéd pedig támaszt haragot. Dicsőség Istennek. Tehát megint a kedvességről beszélünk. Nézzünk, most átmegyünk az Új Szövetségbe, és már csak néha-néha fogunk visszapislantani az Ószövetségbe. Az első a Lukács 4.22. Ez egy általános igazság Jézus Krisztusról, amit ír itt a Biblia. Tehát Lukács evangéliuma 4. fejezet, 22-es igevers. És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak. És mondának, vagy nem ez a József fiai, nem ez-e a József fia, fiai ez. Utána Jézus már nem kedvesen vesz. Kedvesen mond, de eléggé beolvas nekik. Ugye? Eléggé beolvas nekik. De minden esetre Jézusról a benyomás mi volt? Az, hogy kedves, és elálmélkodtak rajta, hogy milyen kedves. Ha? Tehát, de honnan származik ez? Hát nem az arroganciából, meg a felfúvalkodottságból nyilván, hanem az alázatosságból és a szelídségből. A Biblia beszél a bölcsesség szelídségéről. A bölcsesség szelídségéről. A bölcsesség mindig szelíd. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez egyébként a Jakab 3.13, majd oda is elmegyünk. A mutassa meg az ő jó életéből, bölcsességnek szelídségével. Majd látjuk ennek a az ellenkezőjét is. Oké, tehát Jézus nagyon-nagyon kedves volt. Az Abcsel 2.47-ben azt fogjuk látni, tehát az apostolok cselekedete 2.47-ben azt fogjuk látni, hogy az apostolok is
nagyon kedvesek voltak az emberek előtt. Tehát dicsérve az Isten és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Na, ez is egy érdekes összefüggés, erre nem nagyon szoktak rávetődni. És nem nagyon szoktak rá figyelni erre a pici összefüggésre. Azt, hogy az Úr minden nap szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel, azt összefüggésbe szokták hozni 42-es verssel, úgyis, mint foglalatosak valának az apostolok tudományában, és a közösségben, és a kenyérnek megtörésében, és a közbenjárásokban. Hát persze, akik így élnek, na nem, hogy az Úr szaporítja a gyülekezetet. Aztán kapcsolatba szokták hozni a 46-os verssel is, tehát mit? Azt, hogy az Úr szaporítja vala a gyülekezetet. Ugye 46-ossal is kapcsolatba szokták hozni, úgyis mint, és minden nap egy akarattal kitartva a templomban, házanként megtörve a kenyeret, részesedének vala eledelben, örömben és tiszta szívvel. De nem szoktak ezt az egy mondatot nem szokták egyszerre olvasni, miszerint, hogy az egész nép előtt kedvességet találtak, az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel. Itt a kedves keresztények, a kedves, jófej, aranyos keresztények. Oké, Róma 15.1.3. Ezzel csak arra akartam mutatni, hogy ha szurkálós vagyok, ha szurkapiszka vagyok, hogyha arrogáns vagyok, hogyha lepattintós vagyok, ha magaslóról beszélek, ti ilyet nem szoktatok, azért beszélek magamról. Tehát ha ilyen vagyok, akkor lehet, hogy nem tudok annyira embereket az Úrhoz vonzani, mint hogyha aranyos vagyok, kedves vagyok, szelíd vagyok, jó fej vagyok, van egy jó szavam, stb. Lehet, hogy akkor többet érek el. Ezt tudom, mert én szoktam arrogáns lenni, én szoktam lepattintó lenni, sajnos ez az igazság, tehát én szoktam ilyen lenni. Nem biztos, hogy használ az evangélium terjesztésének, úgyhogy nekem is van miből megtérni, nem csak más keresztényeknek. Oké, tehát a következő igének a Róma 15, 1-3-ig olvasom. Nagyon kellemetlen igét fogsz hallani megint, de hát ez ilyen. Tartozunk pedig, mi figyeld ezt a szöveget, rettenetes. Tartozunk pedig. Mi az erősek. Hogy az erőtelenek erőtelenségeit hordozzunk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudnilik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára épülésére. Hát ugye van ennek a borzasztó 1 Korintus 13.4-től elfelének egy központi igéje, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Című gondolat, ez egy rettenetes ige, mert ez aztán élesen rámutat valamire, hogy a szeretetnek nem is annyira a gyűlölet az ellentéte, hanem az önzés. Ugye? Mert általában az emberek nem gyűlöletből teszik tönkre a többi embert, hanem puszta önzésből. Mert én így akarom csinálni, én így gondolom, engem így kell elfogadni, én így... Jó, rendben van, ez mind nagyon szép, és teszed tönkre a környezetedet. Istennek nem tud szolgálni, Isten nem tud rajtad keresztül csinálni semmit, mert téged így kell elfogadni. Jól van, de jutalmadat majd elveszed Krisztus előtt a nagy semmit ezért. Nyilván, ha valaki így él, és Krisztusnak hívője, az bemegy a mennybe. Ezt mondja a Biblia. De megint ez a tanítás nem arról szól, hogy bemenjünk a mennybe. Ezt magamnak tanítok, magamról beszélek, nehogy valaki magára vegye. Nem arról szól ez a mai tanítás, hogy én nem megyek be a mennybe, de bemegyek, hanem ez a tanítás arról szól, hogy rajtam keresztül Isten tud valamit csinálni, vagy nem. És lehet, hogy szeretne. Azt mondja, tartozunk, borzasztó. Én nagyon tudok magamnak kedveskedni, borzasztó van. Én profi vagyok az önzésben sajnos, de meg kell térnem, tudom, és igyekszem is rá, törekszem, lassan bele is öregszem, de... Az ember próbálkozik. Láttam magamnál önzőbb embereket is, meg magamnál önzetlenebb embereket is láttam már. Természetesen az ember nem gonosz ítélettel ítéli ezt meg, csak úgy tudom, konstatálja, hogy hú, hát ez aztán nem mindennek a teteje, de lát az ember ilyet. Meg lát az ember olyat is, hogy ó, édes Istenem, ha én így tudnék cselekedni, de szét is lenne. Az ember óhatatlanul összehasonlítgatja magát.
ez nem helyes igazából. Inkább az legyen a helyes út, amit Pál apostol maradt, hogy mindenki magához képest, maga fölött ítéljen, mert mindenkinek önmaga szerint lesz az Úrtól dicsérete. Hát vagy elmarasztalása. És hogy ez nekem sikerült eddig, de most sikerült, annak lehet örülni. Oké? Miért? Mert Krisztus sem, ez a harmadik vers, Krisztus sem önmagának kedveskedett. Figyeld ezt. Hanem amint meg van írva, gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Ez mit jelent? Hogy Isten a mindenkinek a bűnét ő rá vetette. Még az Isten gyalázásáért is őt vitték a keresztre. Magyarán elvitte a balhét azért is, amikor őt gyalázták. Tehát ő a végső balhé elvivő valaki. És ezért mondja az első vers, hogy tartozunk mi az erősek. Mert a Krisztus erős volt annyira, hogy ezt el tudta hordozni, oké? Tehát amit el tudsz hordozni, azt tartozol elhordozni, ez sajnos ez ilyen isteni rend. Ez tudom, nagyon fáj, nekem nagyon fáj, de ezt mondja az írás. Oké, 1 Péter 3.8. Nem sokat kell már kibírni, hogy összesen 5-6 igén van. 1 Péter 3.8. 1 Péter 3.8. És hadd mondjam el neked, hogy aki maradéktalanul szeret téged, az Isten. Ahol neked menedéked van, az Isten. Nála. Csak te nálad nyugszik meg szívem. Nem véletlenek ezek a dalok, hál' Istennek, mert tényleg Isten az, aki maradéktalanul szeret. És aki maradéktalanul tud veled kedves lenni, és tud téged szeretni. Mindenki talál valakit, aki jó hozzá, mondja az írás. Nem tudom, lehet. De ha meg is találtad azt, aki jó hozzád, néha görény lesz hozzád. Mert nem vagyunk egyformák, és néha az ember túlfeszítik a körülötte lévő dolgok. Ne felejtsük el, bocsássatok meg, szörnyű dolgokat fogok mondani, de hát ezt mondja az ige, úgyhogy nem én találom ki. Gonosz fejedelemségek alatt sínylődik a világ, akik gonosz módon irányítják a világot, tele vagyunk full démonokkal, akik körülvesznek minket, és azon attól boldogok, úgy élik ki magukat, hogy próbálják az embereket gyötörni. Amikor ez a gyötrés célba ér, amikor ez a gyötrés emberére talál, akkor nem csak az az egy ember bántódik meg. Azon az emberen keresztül még mások is megfognak. És ez az a pillanat, amikor az ember gyönge, és akkor kell valakinek erősnek lenni. És elbordozni. Öh. 1 Péter 3.8. Végezetre mindjárt legyetek egyféleképpen gondolkodók, egyértelműek, unja Károly. Rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak, kedvesek. Legyünk mindannyian irgalmasak, kedvesek. Ez csak egy ilyen egyszerű felszólítás. Nem is nagyon szeretnék hozzá szólni semmit. Csak azt, hogy a kedvesség, a szelítség korrelál azzal, hogy Isten mennyire tud téged használni. Tehát bizonyítékul nézzük meg a Numbers, hányadik az? 4 Mózes, tehát 4 Mózes 12.3-at, jó? Tehát 4 Mózes 12.3-at. Tehát Péter azért szólít fel téged, hogy legyél kedves, aranyos, szelíd mindenkivel, mert Péter abban érdekelt, amiben az Úr Jézus Krisztus is, hogy Isten minél több ember tudjon, minél több ember felé használni. Tehát ez a példa, bocsáss meg, 4 Mózes, 12.3 Mózesről szól. Az ember pedig Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik a föld színén vannak. Kora legszelidebb embere volt Mózes. Na most ez egy jó pofa gondolat, de ha meggondolod, hogy Mózes volt hűséges az ő házanépén mindvégig, és a maga korában Mózes volt az Isten által legnagyobb mértékben használt ember is egyben, akkor lehet, hogy elgondolkodsz, hogy a kettőnek lehet, hogy köze van egymáshoz. Mózes volt a föld legszelidebb embere, és tudomásunk szerint Mózes volt a maga idejében az Isten által legnagyobb mértékben használt ember is. Akin, az az igazság, akin az emberiség sorsa
fordult meg egy kicsit Mózesen. Mózestől tudjuk, hogy mit csinált Ábrahám, Mózestől tudjuk, annyi mindent Mózestől tudunk, gyerekek. Nem tudnánk ezeket az igazságokat, ha Mózes nem lett volna Istennek hatalmas embere. Vagy az Úrnak valaki mást kellett volna találni. Az csak egy mellékezőnge, nagyon lényeges mellékezőnge, hogy Mózes volt, aki bevitte azokat az embereket oda, ahova be kellett nekik kerülni. Mert Istennek azokkal az emberekkel célja volt ott, amit el kellett végezni. Nagyon kemény dolgok ezek. Nem is megyek bele részletekbe, hogy milyen dolgokat kellett azoknak az embereknek ott bent elvégezni, mert égnek áll a hajat tőle, lehet. Ti írd nem, mert te jó edzett vagy ezekre a dolgokra. Példabeszédek 3.34. Példabeszédek 3.34. Nem tudom, hogy miért ebben sorrendben írtam, ez nem ide illik, de nem baj, gyönyörű ige. Példabeszédek 3.34. 3.34. Akik csúfolók, megcsúfolja azokat. Ugye, tudod, hogy a példabeszédben a kevés döjföst hívják csúfolónak. Ezt így mondja a példabeszédben, tehát a kevés döjföst csúfolónak mondják. Oké? Tehát magyarán, akik kevés döjfösek, ahhoz Isten, azokat Isten megcsúfolja, kevés döjfös lesz velük. A szelideknek pedig átkedvességet. Ó, szeretnéd, hogy Isten kedves legyen hozzád? Akkor légy szelid. Nekem nehéz. Én nem tudom ki, hogy van vele. Én elmondom neked, szeretek magammal példálozni, egy borzalmas természetet örököltem, sajnos. Rettenetesen. Az atyai ágamon nagyon hirtelen haragvó emberek voltak, akik elképesztő módon viselkedtek hirtelen. Az anyai ágamon eszméletlen felfúvalkodott arrogáns emberek voltak, én azt látom. Isten bocsássa meg nekem. Tehát ez így bennem találkozott, és én borzasztóan szenvedek ezektől a dolgoktól. Azt mondja, hogy Krisztus megváltott engem az én hiába való atyáimtól örökölt hiába való természetemtől, tehát lehetőségem van nekem megváltozni. Én ráadásul irigy is vagyok, tehát én nagyon irigylem azokat az embereket, akik helyből szelidek. Ismerek olyan embereket, akik természetükből adódóan alázatosak és szelidek. És nem kell erőfeszítést tenniük, hogy azok legyenek. Én meg vagyok döbbenve rajta, hogy vannak olyan ismerőseim, akikből az arrogancia szinte teljesen hiányzik. És olyan elképesztő módon képesek tűrni más embereknek az őrült hülyeségeit, hogy csak nézek. Hát én már rég eldurrant a fejem, ez meg még bírja. Hát ezt hogy csinálja? Irigylem, tehát sárga vagyok ilyenkor. De nem baj, mindannyiunknak, hidd el, neked és nekem, és mindenkinek megvan a maga keresztje, a tulajdonságai szín szóval. Tehát, hogyha inget találtál most, akkor nyugodtan vedd magadra, de nyugodtan lehetsz abba, hogy mindannyian, akik emberek vagyunk ezen a földön, mindenkinek megvan az a maga baja, amivel ő neki foglalkozni kell. Sajnos, ez van. Ez nagyon kellemetlen. Van, akinek más. Van, akinek ez, van, akinek más. És van, akinek meg a harmadik. De nagyon sok rossz tulajdonság van a Földön, amit emberek örököltek, de még egyszer mondom, nem jó úgy, ha az benned képes szóhoz jutni, képes cselekedethez jutni, képes téged uralni. Az nem jól van. Azt meg kell változtatni. Azt nekem meg kell változtatni magamban. Nem benned, magamban. Tehát Isten szelideknek kedvességet ad. Oké. Azt mondja, és akkor néhány ige így az utoljára. Filippi 4.5. Az ember semmi más nem kell tegyen, a Biblia az egy nagyon jó tankönyv, csak össze kell gyűjteni az ugyanarról szóló igéket, és olyan gyönyörű tanítás kerekedik ki belőle, mint az álom. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. A szelíd lelkűségünk ismert legyen minden ember előtt. Tehát a keresztényeket arról kell megismerni, hogy egymást szeretik, és ennek egy jellemző tulajdonsága a szelíd lelkűségük, ami minden ember előtt ott van. Hát én nem tudom, te hogy vagy vele, én látok ezen a területen hiányosságokat magamban is, de másban is. Tehát látok másban is hiányosságokat. Isten őriz, nem haragszom, ha valakiben hiányosságot látok. Félre ne érts, tiltja a vallásom.
Oké? Okay? Tehát ezt szoktam mondani, én nem ítélkezhetek. Oké? Okay? Azért nem ítélkezhetek, mert az irgalmasság mindenkor dicsekedik az ítélkezés fölött. Tehát magyarán, ha én irgalmas vagyok, akkor velem Isten irgalmas. Tehát én csak irgalmas lehetek, ha jót akarok magamnak. De a keresztény nyeket sajnos nem mindig arról ismerik, hogy milyen szelidek. Figyelj, az, hogy te harcos vagy, és az, hogy te kiállsz bizonyos dolgok mellett, az nem ellentéte annak, hogy a te szelid lelkűséged égen föl vagy messze földről híres. Lehet valaki rendkívüli szelídséggel, rendkívül erősen kiálló bizonyos igazságok mellett. És lehet valaki nagyon arrogánsan kiálló bizonyos igazságok mellett. Oké? Okay? Tehát az, hogy te erősen állsz a helyeden, az, hogy te kiállsz bizonyos dolgok mellett, az nem jelenti azt, hogy mindezt haraggal, mindezt hangosan, mindezt arrogánsan, csak annyira kell a keresztény embernek hangosnak lenni, hogy meghallják, amit mond. Hogy az információ eljusson. Csak annyira kell hangosnak lenni. Vannak bizonyos helyzetek, amikor ehhez nem tudsz elég hangosan lenni. Még egyszer mondom, vannak bizonyos helyzetek, hogy nem tudsz elég hangos lenni ahhoz, hogy meghallják, amit mondasz. Akkor nem kell mondani semmit. Fölért, vagy mondjam el még egyszer? Vannak helyzetek, amikor nem tudsz elég hangos lenni, hogy meghallják, amit mondasz, akkor nem kell mondani semmit. Titus 3.2, utolsó előtti ige, és megszabadultál tőlem. És akkor tudod, az fog történni, hogy imádkozunk egy picit, és nem is megyek tovább, mert a következő téma nem irigykedik, és ez egy egész napot elvisz. Majd látni fogod. Tehát ott tartunk, hogy Titus 3.2. Senkit ne szidalmazzanak. Ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Manapság divat szidalmazni. Nem csak a vulgáris szidalmazásra gondolok. Vannak ezek az új kifejezések, hogy savazás, karaktergyilkosság, tudod? Ez a smokingos változata a szidalmazásnak. És ezek elfogadott dolgok, tehát ez a világ arra játszik, hogy olyan dolgokat fogadjanak el az emberek, mint elfogadható hétköznapi, hát ilyen van, oké, dolgok, hogy aztán majd ők is csinálhassák ezt, amik Isten előtt nem helyesek és nem elfogadhatóak. És az az igazság, hogy valahol el kell különülnünk, neked nem muszáj, nekem muszáj, mert én szeretném, ezért muszáj nekem, mert szeretném. Tehát valahol az embernek el kell különülni a világtól, és ez megint egy olyan dolog, gyerekek, ez a szidalmazás. Ez megint egy olyan dolog, hogy két dolog kell hozzá. Egyrészt érzelem, és beszélünk arra, ne beszélj érzelemből, tudom, nehéz, nekem is nehéz, hidd el, rettetesen nehéz. Amikor az emberben felfortyan valami. Mindenkinek, neked is, nekem is megvan az, ami miatt benned felfortyan valaki. Van, aki azt utálja, hogy, van, aki azt utálja, hogy, van, aki arra allergiás, hogy, mindenkinek van valami rosszabb, amire ő allergiás, és ettől felfortyan. És akkor az emberből elszáll valami. És akkor megszólal az érzelemből a beszéd, és annak nem kéne megszólalni, mert akkor bizony szidalmazás fog következni, és ez, tudom, hogy élned kell a világgal, én azt tudom, nekem is élni kell vele, ebben a világban élek sajnos, nem másban. Biztos vagyok benne, hogy egyre jobban, ahogy megyünk a végidők felé, egyre több olyan dolog van a világban, ami miatt te felfortyanhatsz. Mert ugye sajnos a Bibliában a szeretetnek van egy olyan tulajdonsága is, hogy nem örül a hamisság. És ez a tulajdonsága sajnos hajlamos visszaléptetni őt. Azt mondja a Biblia, a Máté evangéliumban, hogy mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
Tehát magyarán visszalép. A szeretet mindig aktív, mindig ad, mindig, és amikor a szeretet visszalép és kolostorba vonul, akkor meghidegült. Hasonló kicsit ez az, mint amikor a Szent Szellem megszomorodik, hogy oké, ott van, és ha lehetne, ő használható lenne, de visszalép, mert nem bírja ezt a környezetet. Az ember ilyen, bátorítlak téged, hogy próbáld magadat távol tartani azoktól a dolgoktól, amik belőled heves érzelmeket váltanak ki. És próbáld őket valami mással helyettesíteni. Próbáld meg berendezni az életedet úgy, hogy azok a dolgok lehetőleg ne nagyon vegyenek körül. Ha tudod, ha nem tudod, akkor ez van. Akkor ez a e világban nyomorúságotok lészen. Ez a nyomorúság része. Akkor nincs mit tenni, de próbáld, mert azért védekezni védekezhetsz. Na, oké. Tehát a szidalmazás. A szidalmazás az egy ilyen általános, klasszikus dolog, amit mindenki csinál, különféle formában. Nem helyes, nem jó. Gyöngédek legyenek, tehát ne is veszekedj, gyöngédek legyenek, szelídséget tanúsítván az emberek iránt. Hát ja, nehéz dolog ez, és az utolsó, igen, Jakab 3.13. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit, bölcsességnek szelídségével. És ugye a jövő héten jön a következő ide, igen majd, adott pillanatban, ha pedig keserű irítség és szívódás van a ti szívetekben. Ugye? Akkor ne játsszátok meg magatokat, hogy bölcsek vagytok. Tehát az embernek a szívéből kell, tehát a belsőjéből kell kitenni, kipakolni, kirakni azokat a dolgokat, amik a szelídséget lerombolják az emberből. Bőszítő ez a világ. Tényleg bőszítő ez a világ. Szokták van ezeket a kifejezéseket, hogy vérlázító. Ugye? Vagy arcpirító. Azok a dolgok, amik mennek körülötted. Erre mondom én, amennyire lehet, fordulj el. Tehát amennyire lehet, zárkózz el. Amennyire csak tudod, azt zárkózz el tőle. Hogyha nem bírod. Mert nem jó, hogyha téged haragra ingerel, és nem baj, nem jó, hogyha téged olyan irányba visz, ami kivesz téged a bölcsességnek a szelítségétől. Hogyha valakit ingerel ez a világ, és ingerel ebben a világban való felette igen nagy igazságtalanság, akkor ne feledkezzék el a 82. Zsoltárról, meg néha olvass el a 49. Zsoltárt is. Ezt én most nem olvasom fel, ezt adom házi feladatul, és akkor picit tudunk beszélgetni, meg el tudunk menni fagyizni. 82. Zsoltárt és a 49. Zsoltárt írtam fel nektek így gyógyító igéként. Hogyha a világra mérges vagy. Oké? Ha a világ zavar, és hogyha látod azt, hogy a világ vérlázító, akkor néha ezeket az Zsoltárokat olvasd el. Én azt gondolom, elég volt mára. Azt gondolom, ez nektek elég volt, mert nekem is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sokkal jobb volt így prédikálni, mint hogyha megdobáltatok volna paradicsommal.